Ragyogó szép napot mindenkinek! Szokásomhoz híven az új szezonokán elhoztam nektek egy újabb tippes videót, viszont egy kicsit bajban voltam most, ugyanis annak ellenére, hogy látszólag azért változtak a dolgok, a legtöbb változás egészen egyértelmű, könnyen kiismerhető és nem sok extra hozzáfűzhető dologgal rendelkeznek. Ennek ellenére igyekeztem bármilyen hasznos dolgot találni, amit átadhatok nektek, és végül sikerült is 6-ot összegyűjtenem. A mostani szezon egyik legjelentősebb változását a Slipstreamek és a Shadowstone-ok hozták el. Ezek hatalmas mobilitást tudnak biztosítani ingyen és bérmentve, viszont a kettőt kombinálva még durvább távokat szelhetünk át. Vegyél fel egy Shadowstone-t, majd menj bele egy elhelyezett bounce padbe, ami belelök a Slipstreambe. Ezután hagyd el a légörvényt és a szellemforma képességével, a fézelés segítségével ugrálj felfele, ahogy csak tudsz. A szellemhatás lejárta után pedig azonnal nyisd ki a glidered. Nem is kell részleteznem, hogy ez egy mennyire hatásos, relatív, biztonságos és konkrétan ingyenes rotálási lehetőség. Ezt már a legtöbben tudhatjátok, de a kék Kevin, azaz Blevin megtalálható a pályán, ami pedig egy rendkívül érdekes tulajdonsága, hogy shieldet ad bármennyiszer, amikor neki mész. Ez annyira OP, hogy egy kezdő stratégiát simán rá lehet építeni. Ha például Camcodban vagy a meteorológiai állomásnál kezdesz, simán jöhetsz ide lootolás után, és hogyha egészen bátor vagy, be se shieldelj mielőtt idejössz, hiszen akár 2 minit és egy nagyot is meg tudsz spórolni. Arra figyelj, hogy életerőt nem tölt, de a pajzsot 10 másodperc alatt képes maximálisra felmenni. Egy borzasztóan helyzetfüggés körülményes, de annál hasznosabb és viccesebb trükk, hogy a zombik teljesen lefagynak, hogyha a rebootmerre állsz. Ez több szempontból is segítségedre lehet. Például, hogyha shieldezni szeretnél, akkor ez az egyik legbiztonságosabb módszer rá, hiszen nem is tudsz építeni a sideways világban, így teljesen védtelen vagy, kivéve, hogyha épületbe mész. Másrészt talán ez az egyetlen egy lehetőséget, hogy a csapattársad rebootold itt, hiszen ellenkező esetben csak megsebeznének és megszakítanák a felszerést. A harmadik indok, amiért érdemes ezt a trükköt alkalmaznod, hogy hát egyszerűbben öld meg a szörnyeket. Ez azért annyira nem meglepő tipp. Az új szezonnel új botok is jöttek a játékba. A legtöbb annyira sajnos nem izgalmas, viszont Mistyben van egy NPC, akitől mindig lehet venni automata sniper rifle-t és AR-t. Viszont a ritkaság a változó, így az AR néha kék, epic vagy legendary is lehet. Hogyha nagy eséllyel szeretnél Skarellel kezdeni, akkor mindenképpen ide gyere. Lesd meg, hogy mit kínál a bot, és hogyha az AR kék fokozatú, akkor végezz ki az NPC-t. Azáltal, hogy ezt teszed, ugyebár a szellem verziója fog visszatérni. A kínálata pedig frissül, így megvan a lehetőség, hogy Epic Skarell lesz belőle. Arénában akkor is érdemes lehet kivégezni az NPC-t, hogyha Legendary Skarellt ad alapból, ugyanis, hogyha jól tudom, 250 aranyért lehet azt csak megvenni. Az Epic viszont csak 100-ba kerül, amit még azért arénában össze lehet gyűjteni, főleg a kezdő gold mennyiséggel együtt, a ládákkal és az NPC küldőjének segítségével. A Shadowstone nem csak a Slipstreamekkel lehet jól kombozni, hanem a vízzel is. Konkrétan árral szemben is megéri úszni a szellemhatással, így ez még egy rotálási lehetőség a tarsolyomban. Úgy érzem, hogy eléggé el vagyunk kényeztetve ebben a seasonben. De ami még durvább, hogyha az árral akarsz úszni, akkor olyan sebességet érhet... Szóval olyan gyors... Na mindegy. A slipstreamek alatt elhelyezett bounce padek nem csak téged löknek el, hanem a járműveket is. Ezt kihasználva nagyon messzire el tudsz szállni. Viszont a különböző padek különböző nagyságú erőt fejtenek ki rád, ugyanis úgy vannak külön beállítva, hogy pont belelökjenek a légörvényekbe. Ezt pedig neked kell kitapasztalnod, hogy melyik a megfelelő pad, illetve olyan irányba dob egyáltalán, amerre menni szeretnél. Így inkább ez a trükk vagy egy nagyon körülményesen és ritkán használható valami, vagy csak pusztán szórakozásra alkalmas. De azért eléggé vagány, hogyha beadod. Magic.